A magyar társulat megfeszített tempóban próbál a pénteki bemutatóra. Ez valójában a Haramiák szövege, amit Térei János írt át a mi számunkra, fordított újra, és Gáspár Ildikót kértük fel ennek az előadásnak a megrendezésére. A rendező szerint a színdarab olyan témát dolgoz fel, amely soha nem veszít az aktualitásból. Alapvető törekvés szól az ember autonómia harcáról, ami mondjuk egy fiatalkori energia alapvetően, tehát a felnőtté válás és a hatalommal való, az autoritással való szembenállás, ennek a kezelése. Sok improvizációt és stíluskeveredést tartalmaz a darab zenéje, de az előadás minden szempontból összetett. Nagyon sok váltás van az előadásban, tehát én is játszom férfi szerepet is, és nő szerepet is, úgyhogy mindenféle színt és mindenféle érzést próbálok belevinni ezekbe a szerepekbe. A színész szerint Schiller belevitte vissza folytott lázadását művébe. Mi ezt az energiát próbáljuk valahogy átadni, és hát tulajdonképpen maivá tenni, hiszen nyilván azért jó egy darab, hogyha bármelyik pontján előveszi az ember a történelmnek, az mindig aktuális, és ez a darab, ez nagyon aktuális. A maszkok ideológiai ütközéseket képviselnek, de más jelentésük is van. Az állásnak a felhúzása, akár a betörő maszkokat nézzük, akár még későbbiekben ugye megjelenik az Anonymous maszk is. Itt valójában egy rendszer ellen, vagy nem egy rendszer, hanem ideológia, egy meglévő állapot ellen való lázadásnak a szimbóluma. A Rablók és gyilkosok bemutatója pénteken lesz 19 óra 30 perckor, ezután a Magyar Társulat a budapesti Thália Színházban lép fel a Bolondok Tánca előadással. Az évad június közepén ér véget.